Hát nem tudom, most mennyi a dinnyára? 200. Hát elfogadható. Vettünk akkor is, mikor 500 volt, és most is. Nemhogy elkezdődött, valósággal dübörög a dinnye szezon. A gyakran mézédes jelzővel illetett zöldség továbbra is az egyik legnépszerűbb nyári csemege Magyarországon. Szeretik a dinnyét, megkeresik, mert jó meleg van. És most a dinnye megy, körülbelül még egy hónapig. Mint szinte valamennyi növényi kultúra, a dinnye is egy hónappal előrébb hozta az érést idén. A nagy meleg jót tett neki, a hosszantartó szárazság viszont nem, mint ahogy a július közepi jégverés is megtépázta a termést. Mink elbírtunk még húsvét előtt palántálni, meleg volt. Megindult a növény, hiába volt utána hideg, de a fólia alagút alatt nőlt. Utána itt kint ezen a nagyobb darab földön palántáltunk április 10-én, az már leérett. Utána volt a következő május 20-án, azok itt láthatók mögöttem. Azokat most szedjük, mézédesek, nem kásások. Nagyon darabosak a dinnyék, mert kevés van rajta. 15-től akár 30 kilósig is van. Akkor ez 7-40 kedves, nagyon finom a sárú dinnye. Továbbra is Heves vármegye a magyar dinnye termesztés központja. A hazai termés közel harmada származik innen. Mivel már érik a hazai, spanyol, marokkói, török dinnyét alig találni a piacon. A külföldi az keményebb is, ez meg jó kásás és zsíros kenyérrel nagyon szeretem. Több biztos módszere is van annak, hogy a lehető legjobb dinnyét ki lehessen választani. Az egészségügyi előírások változása miatt lékeltetni már évek óta nem lehet. Állítólag, ha megütögetjük a dinnyét és csizmaszárszerű hangot ad, akkor nem tévedhetünk nagyot. Én annyira nem értek hozzá, rábízom az eladóra, hogyha hiszek neki, hogy jó, de általában jó szokott lenni. Jó, finom dinnye. Majdnem biztos információkhoz jutunk a dinnye minőségét illetően, ha egyik kezünkben tartjuk, míg másik kezünkkel nem túl nagy erővel ráütünk a zöldség tetejére. Ha a tartó kezünkön érezzük a rezgést, akkor alig ha lövünk mellé. Viszont megoldás az is, hogy nem egybe dinnyét vásárolunk, hanem félbevágottat, ekkor ugyanis a dinnye színéről következtethetünk annak édességére.